Józsi bácsi mesélt az életéről, több évtizeden áttartó gépjármű vezetői múltjáról, a népes családjáról, valamint a mindennapjairól. Ha azt mondom, hogy sofőr voltam, mikor még dolgoztam, leginkább, hogy akkor hogy oldjuk meg. Meddig sofőrkö, meddig tetszett sofőrkö? Több éve. Egész életemben majd sok. Ön tőzsgyökeres, karcagi, itt született, itt járt az iskolát? Karcagi születésű vagyok, igen. De hogyan telik egy napja? Szeret-e kimenni a természetbe? Vannak esetleg állatok, akik... Meg jószágunk van, meg terület, szálltok, föld. Mit mondjak még? Pihengetni is tetszik. Jószág, jó is volt jószága, jószágai. Az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, valamint Pánti Ildikó önkormányzati képviselő tette tiszteletét a családnál, és adták át számára a miniszterelnöki köszönőlevelet és a város ajándékait. Karcagváros lakossága nevében, a magam nevemben és a képviselőtestület nevében is nagyon sok boldog születésnapot kívánjak önnek 90. születésnapja alkalmából. Engedje meg, hogy átadjam a képviselőtestület jó kívánságait, és átadjam Orbán Viktor miniszterelnök úr jó kívánságait, hiszen ahogy mondtam, ugye nem minden nap a mai nap, hiszen nagyon kevesen mondhatjuk el azt, hogy ilyen jó erőben, egészségben megélték a 90-es születésnapot. És kívánom azt, hogy még nagyon sok erőben, egészségben és ilyen gyönyörű szép családi körben eltöltött nap várjon önre, és hogy 5 éven te majd még egy párszor tudjunk jönni mi is köszönteni. Nagyon szépen. Köszönöm. Minden jót kívánok, erőt, egészséget, köszönöm, és nagyon boldog születésnapot kívánok.